Üdvözlök mindenkit, ez az Upgrade EU Podcast, és a vendégem Szász Máté. Szia Máté! Ja, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És hát mára is néhány érzékeny témával készültem, és a készülés közben például felmentem az Amazon.com-ra, és annyit csináltam, hogy beütöttem annyit az online könyvek közé, a keresőben, hogy detox, vagy detox, ki hogy szereti. És lejött, kérlek szépen, közel 10 000 találat. Nem visz, tehát, hogy valakik ebben a témakörben ennyi könyvet megírtak. Szóval, hogy van-e ebben ennyi ebben az egészben? Tehát amikor arról beszélünk, hogy detox, vagyis méregtelenítés, akkor ugye szépen magyarul, azt gondolom, akkor mégiscsak ugye egy olyan emberrel beszélek, akiről tudjuk a múltkori alkalomban, amikor beszélgettünk, hogy szeret elvonulni és böjtölni. Ugyanakkor biológus is. Ennek ellenére. Vagy éppen ezért, nem tudom. De hogy gyakorlatilag, és akkor van ez a méregtelenítés nevű megfoghatatlan fogalom, igen, hogy ez mit jelent a te olvasatodban, mert egyébként az sem tiszta, hogy más olvasatában mit jelent. Azért, hogy valljuk be ezt is őszintén, ugye? Igen, a fogalom az azért kettős, mert ugye kezdjük ott, hogy a szakma nem nagyon szereti ezt a kifejezést, hogy méregtelenítés, és ha beírod a Google-be, vagy elmész egy szakmai fórumra, akkor azért el fogják mondani, hogy alapvetően ez egy baromság, nincs egy méregtelenítés, bullshit, megalapozatlan, szakmaiatlan. És én már elég régóta olvasok szakmai cikkeket ahhoz, hogy ennek a típusú kommunikációnak ne üljek föl. Tehát, hogy alapvetően úgy általában az akadémiai tudományok művelői könnyebben utasítanak el ilyen újabb fajta fogalmakat, mert mindig sokkal könnyebb elutasítani valamit, és azt mondja, hogy ez nincsen kellőképpen tudományosan alátámasztva, mint elgondolkozni az, hogy oké, de mi van, ha mégis van benne valami. És ezt nagyon sokszor látjuk, tehát én nagyon sokszor belefutottam abba az elmúlt 20 évben, hogy volt valami, és mindig a gyakorlat igazolta először. Tehát, hogy volt bocsánat, ez azt jelenti esetleg, hogy nagyon sokszor azoktól jött egy megerősítő információ, akik csinálják, igen, és azok 10-20 év alatt annyi tapasztalatot gyűjtöttek össze, hogy ehhez képest a szakma az hátul kullog. Ezt... Igen, ez konkrétan ezt akartam mondani, tehát, hogy a táplálkozás, és szerintem táplálkozás tudomány nincsen, de a táplálkozáshoz kapcsolódó tudományok azért aránylag friss tudományok, és ráadásul az is egyértelmű, hogy nagyon nehéz táplálkozással kapcsolatos tudományban komoly kutatásokat csinálni, mert nem monokomponensű hatóanyagokat vizsgálunk, nem egyfajta végkimenetele van, nincs egyértelmű paraméter, ami mérni lehet, tehát, hogyha nekem mondjuk nem tudom, kell vizsgálnom egy antibiotikumnak a hatáserősségét, akkor egyértelmű, melyik kórokozót kell nézzem, és annak kell nézem a csíraszámát, és itt ez egy változós dolog, amiről beszélünk. Amikor tehát, hogy van egy darab hatóanyag, alkalmazom egyfajta koncentrációba, és egy számérték változik. Tehát gyakorlatilag tudok dolgozni két oszlopos Excel-ekkel, ugye? Tehát ez nagyon szép így, de a táplálkozás nem erről szól, nagyon sokfajta genotípus van, sokfajta fenotípus van, nem homogén táplálkozás. Ha azonos kalorabevitelt folytat egy 100 ember, akkor is tök mást fognak enni. Szóval, hogy ez sokkal bonyolultabb. Tehát ez alapvetően nehézé teszik. Na de, visszatérve az eredeti témára, tehát én ugye onnan közelítenék, hogy amikor először mentem el ilyen lébőt kúrára, akkor biológusként nem volt rá szükségem, ez abszolút kísérletnek szántam, mivel mindenki mondta, hogy baromi veszélyes. Tudod, cukorbeteg lehetsz benne, volt már olyan, aki bele is halt, ezt is hallottam, és óva intettek, mert nagyon-nagyon rosszul leszek, és engem úgy felkészítettek erre, hogy én úgy voltam vele, hogy készültem a legrosszabbra. Tehát egy ilyen rettegéssel mentem el a lévőt kúrára, ha megérkeztem, akkor ott fogadott egy csapat, köztük mondjuk egy 70 éves házas pár, akiknek ez volt a mit tudom én 20. lévőt kúrájuk. És éltek. Éltek, és hát fia, hogy mondjam, a nénike kötögetett, a bácsika meg kártyázott, és vígan mosolyogtak, üdvözöltek, és így, tudod, én úgy felkészültem, hogy ez nem egy vénnek való vidék, ezeknek itt mi keresni valója van, hát ezek meg fognak halni rögtön az elején, nyilvánvaló. Na és szumárom az a lényeg, hogy soha életemben jól nem éreztem magam, mint akkor, és ugye hát több dologra is rájöttem, az egyik az, hogy hát igen, túl lehet élni, hogyha 12 napig nem nagyon eszel semmit,
sőt, tovább is túl lehet élni, meg nem is leszel rosszul, meg jól is érzed magad, meg még fizikailag is tudsz teljesíteni, meg mentálisan, sőt, még kimondottan jól is tudsz lenni. És akkor elkezdett megfogalmazni bennem az a gondolat, hogy mekkora kontraszt van aközött, hogy hány szakember mondta nekem, előtte is, közvetlenül előtte is, hogy ez baromi veszély, és ez nekem nagyon komoly kockázata van, meg az, hogy egy rakásember csinálta nagyon régóta, és hogy tök jól érezték magukat, és semmi probléma nem volt. Nekem volt egy nagyon kedves szituációm, mondjuk ekkora grémium előtt, ez lehet egy kicsit intim elmondani, de hogy szóval nekem az egyik lébőjt kúra után volt egy kisebb műtétem, egy egészen kicsi sebészeti műtétem, de tehát anesztéziát kellett alkalmazni, és rögtön lébőjt kúra után mentem. És mondja a doki, hogy mikor evett utoljára? Hát mondom, 14 napja. És akkor tudod, így egymásra néztek, hogy poénkodós kezében, esküszöm, nem, tehát elmondtam, hogy honnan jövök, tehát hogy lehet nyugodtan, direkt úgy idézítettem, hogy lehet nyugodtan vágni, mert nem fogom összepiszkítani az asztalt, hogyha erre gondoltok, tudod, és akkor beszélgettem a doki, és mondták, hogy úristen, akkor már értik, hogy miért van, aki a rossz állapotban az erényed, persze, nyilvánvaló, hát, ha én ilyeneket csak is így mondom, atyaik, tehát hogy mennyire meg vannak győződve arról, hogy az, hogy minden nap zabálsz naponta 6-8-10 alkalommal, tök fölöslegesen, rengeteg vegyszert, kár is kimondani, tehát borzalmas minőségű kajákat, az ellen nem ágál senki, de az ellen, hogy egy teljesen kontrollált méregtétő böjtölést végezzél, ami teljesen természetes állapota az élő szervezeteknek, hogy éppen nem zabálnak, az ördögtől valónak tekintették. Ugye, ha fölmész orvosoknak a weboldalára, akkor azt látod, hogy ilyen, hogy méregtetés nincsen. És egyébként, illetve tehát, hogy van ilyen, hogy méregtetés, de hogy a böjtölésnek nincsen köze szerintük a méregtetéshez, és ezt azzal indokolják, hogy a szervezetet folyamatosan méregtelenít, és itt fontos megjegyeznünk, van egy nagyon fontos fogalom, ami érthetővé teszi ezt az ellentmondást. Ugye farmakológiai értelemben, vagy biokémiai értelemben van egy detoxikáló, egy méregtelenítő enzim apparátusod, ami folyamatosan működik. Ez az, amit úgy szoktak tanítani, ez a három fázisban álló detoxifikációs rendszer, ugye? Jól emlékszem. Molekuláris értelemben ez egy kétfázisú rendszer plusz a clearance. Hogy mindenki számára érthető legyen, van a szervezetünkben, nem tudom, 10 000 biomolekula, amit el kéne távolítani. És ezt nagyjából kétféleképpen lehet eltávolítani, székleten vagy vizeleten keresztül. Persze ki is lehet izzadni, meg a hajvégekből is le lehet töredeztetni, de alapvetően széklet és vizelet. Nagyjából a vizelet a leghatékonyabb méregtétő eszköz, ami vízoldékony, azt ki tudod pisilni. Na most nagyon sok biológiai anyag nem vízoldékony, ezért első körben ezt vízoldékonyá kell tenni. Tehát itt emulgáló szerek lesznek majd gyakorlatilag. Igen, igen, pontosan. Tehát hogy te gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy enzim repertoár, ami azt csinálja, hogy ezt a 10 000 féle anyagot, mondjuk biológiai molekulát, ezt egyféleképpen aktiválja, tehát ez hozzá kapcsol, de ennek megváltoztatja a szerkezetét, és alkalmassá teszi arra, hogy egy vízben nagyon jól oldódó molekula, a glukonulonsav kapcsolódjon hozzá. És két lépés már, tehát először alkalmassá teszed őt arra, hogy vízoldékonyát tedd, majd utána vízoldékonyát teszed, de egy glukonulonsav hozzá kapcsolódásával. Innentől kezdve szépen ezt el tudod távolítani. Ezek az enzimek, ezek a fázis 1 és fázis 2-es enzimek, ezek folyamatosan működnek a szervezetünkben, és tegyük hozzá, hogy ezek az enzimek aktívabbak akkor, ha táplálkozol, mert a táplálkozás indukálja ezeknek az enzimeknek a működését, és sőt, tovább megyek, ha gyógyszereket szedsz, akkor még aktívabbak lesznek az enzimek. Tehát ezen alapon azt is mondhatnánk, hogy szedj sok gyógyszert, de gyorsabban fogsz méregtetni. Ez bocsánat, közben vagy kérdezek, ez gyakorlatilag ugye egy úgynevezett hormetikus stresszként értelmezhetjük, ugye? Konkrétan erről van szó. Okay. Ez ezt mondjuk neocitránt inni, tehát paracetamolt szedni, akkor a szervezeted érzékeli azt, hogy bejött egy xenobiotikum, egy idegen molekula, és aktiválja azt az enzimrendszert, ami elkezdi eltávolítani ezeket a gyógyszereket. Így módon egyébként ilyenkor a méregtető folyamatok felgyorsulnak. Ahogy mondod, ha nagyobb a terhelés, nagyobb a clearance. Tehát ez ilyen egyszerű. Ha ezt a logikát nézed, akkor a böjtölés az ez ellen szól, hiszen akkor nem adsz neki külső hormonikus stresszt, így módon belassul a méregtétése, tehát hogy
Ha úgy veszed, akkor mondhatnád azt, hogy igen, hát ezzel nem tesz jót a méregdöntésnek. De mit mond a gyakorlat? Tehát ugye, és ez a táplálkozás, meg már rengetegszer előfordul, hogy az úri emberek, a tanult emberek az íróasztal mögött klinikai evidenciák alapján mondanak valamit, a sportoló meg használ tök más, és tök jól működik neki. Uh-huh. Általában ilyenkor az úri emberek előbb-utóbb rájönnek, hogy a sportnak igaza volt, zárójelbe zárva. Uh-huh. És ugye, amikor én például, amikor elmentem erre a lévőt kúrára, az első alkalommal a könyökömet hozta. Nekem annyira be volt gyulladva a könyököm, hogy műtétre ki voltam írva, és azóta se kellett megoperálni. Teljesen helyre jöttem. Az összes gyulladásos reakció csökkent a szervezetemben. Most, amikor tavasszal voltam, én előtte és utána is csináltam vérvételt. Ugye labor cégnél dolgozom, nem volt annyira nehéz elintézni. És hát bizony a gyulladásos markerek lementek, a lipidértékek lementek, tehát nagyon szép eredményeket értem el 12 nap alatt. Nyilván, hogy ez ellentmond annak az álláspontnak, hogy a méregtetés nincs és nem lehet provokálni. Ugye az a nagyon fontos, hogy a szervezetünkben a méregtető folyamatok folyamatosan aktívak, de egyfolytában visszaad a mérget. Tehát ugye ez a klasszikus eset, amikor próbálod kitisztítani a ruhádat, de minden nap mászol a sárban. Tehát, hogy a végeredmény nem lesz jó. Jobban jár a szervezeted akkor, hogyha lezárod az inputot, tehát nem enged be a szervezetedet több méreganyagot, és egyébként hagyod a szervezetedet tisztulni. Ezért tegyük hozzá, hogy a bőrben ugye nem pusztán egyfajta éhezésről van szó, hanem egy irányított éhezésről, magas folyadékbevitelről és mozgásról. És a mozgás, a megemelt folyadékbevitel viszont fokozza a klirenzt. És igenis lehet méregtetni. Erre nekem az egyik kiváló személyes példám, aminek nem tudom a magyarázatát, én mindig szombaton kezdem a bőjtőt, és szerdán mindig kéket pisilek. És most már ez a sokadik alkalom. Itt ilyen világos kéket. Nem ettem semmi kéket. Nem ittam semmi kéket. Tehát valamilyen metabolit távozik a szervezetemből, és mindig szerdán, tehát nagyjából valószínűleg 5 napra van szükségem ahhoz, és van egy ilyen napom, és nem tudom, mire vélni. Tehát nyilván, hogy vagy igazából te több vagy, az nem lehet? Nem biztos, csak ez... Lehetséges, igen, vagy francia nemes, még nem tudom, még nem tudom. De most komolyan, tehát hogy túl az, igen, mondtad, hogy az egy nagy segítség, hogy lezárjuk a kaput, és nem jön be éppen méreg, és az, ami van, az távozik. Ja. És akkor ilyenkor mellé tehetjük még esetleg azokat a folyamatokat is, amit nem szigorúan a méregtelenítéshez veszünk, de hát mégiscsak ez az autofágia nevű folyamat, az ugye azt sejtjük, és azért mondom, hogy sejtjük, mert ezeknek a kutatásoknak én úgy látom, a 99%-a azért vagy nematódokon van, vagy patkányokon van, tehát a fene se tudja, hogy a patkánynál az a 2 napos időszak, az mondjuk embernél az 35 nap, tehát hogy nem tudjuk, hogy az mit jelent, de valószínű, hogyha nem eszünk, akkor valószínűleg az autofágia folyamat talán erősebb, mint ha eszünk. Hát nézd, azért humánban is vannak, igen, tehát alapvetően ezek a fasting tanulmányok, azok cénorabitis elegánszon, tehát fonalférgen, meg zebradánion, az ilyen akváriumú kis halakon végzik, tehát olcsó, meg rövid reprodukció ciklusa van, meg kit érdekel, ha meghal a fonalférgen, tehát többek között ez is az oka. De azért végeztek egereken is, patkányokon is ilyen vizsgálatot, de nem kell messzire menni, mert mondjuk amikor, tehát ugye a zsírszövetben nagyon könnyen, ugye a legtöbb szerves szennyező anyag az zsíroldékony, a lipid természetű, tehát zsíroldékony, és ezek a zsírszövetben nagyon felhalmozódnak. A nehéz fémek is felhalmozódnak, akkor nevezzük nevén azt, hogy mitől is kell megszabadulni. Ugye van ez amit a stockholmi konvenció ezt úgy hív, hogy POP lista, Persistent Organic Pollutants, tehát a persisztáló szerves szennyező anyagok, amik a szervezetünkben előfordulnak, ezeknek a túlnyomó többsége növényvédőszer. Jelen pillanatban 27 kategóriát tartalmaz a stockholmi konvenció, ezek olyan szerves szennyeződések, amiket beviszel táplálkozással, vagy tehát környezeti szennyezéssel, fölhalmozódnak a szervezetedbe, és nem igen távoznak, mert nem nagyon van rá clearance mechanizmus. Ezt amikor a szervezet eltárolja, ezt alapvetően, ugye, ha jól értem, ezek inkább zsírban él oldékonyak, tehát valószínűleg ezt valahol a test zsírban fogja eltárolni. A megfejtéshez, ugye ezeket a testzsírban tárolod, és meglehetősen sokáig tudod őket tárolni, és ráadásul ennek nincs is nagyon clearance mechanizmus, tehát nincsen egy eliminációs mechanizmus, amivel a zsírszövet magától megszabadul ezektől.
amikor elkezdesz, megindul az autofágia, elkezdesz koplalni, akkor nagyon intenzív lesz a zsírbontás, és elkezd felszabadulni a bomló zsírszövetből ez a rengeteg szennyező anyag. Hát ugye altató orvosok tudják azt, hogy a magasabb testzsírszázalékú embereket, amikor altatják, akkor ébredés után többször visszaalszanak, mert hogy az altató narkotikumok is zsírbázisúak, beoldódnak a zsírszövetbe, és amikor visszaoldódik a zsírszövetbe, akkor újra narkózisba kerül a páciens. Sőt, azt is megfigyelték már, hogy a farmakológiában erre is van példa, le is van írva, hogy ha valaki krónikusan használ zsírbázisú gyógyszereket, és utána koplal, akkor megemelkedik a gyógyszernek a szintje a vérében, és túladagolást tud okozni. Magyarán, hogyha valaki mondjuk, most lepróbálom a praktikus információra fordítani magamnak, ha valaki mondjuk hirtelen nagy mennyiségű zsírtől szabadulna meg, és most nem a liposuction-ra gondolunk, ugye a zsírlefiszívásra, hanem hogy tényleg organikusan hajtja ezt végre, és halálba volt mérgezve ilyen szenobiotikumokkal, akkor gyakorlatilag mérgezéses tünetei lehetnek attól, hogy túl gyorsan fogy. Ez lehetséges? Ez konkrétan le van írva, egy konkrétan lehet, tehát jó esélye lesznek is, és ez le van írva. Sőt, amikor Lébőtjére járok, ott a Lébőt tábornak, a szervezőnek több mint 20 éves tapasztalata van ebben, és vannak különböző dokumentumfilmek a Buchenwald klinikáról, stb., ahol ezt komoly körülmények között sok ezer euróért csinálják veled. És ott le is van írva az, hogy a tipikus túladagolásos tüneteképpen tudnak jelentkezni ez alatt a bőjt alatt. Erre nagyon kell figyelni, és ezért nagyon fontos a magas folyadékbevitel, hogy a clearance az tökéletes legyen. Uh-huh. Tehát ez nem véletlen. Egyébként ezeknek a szerves, tehát miért fontos ezektől megszabadulni? Ezeknek a szerves szennyezőknek, amit mondtam, hogy a stockholmi lista tartalmaz ezt a 27 kategóriát, ebből kb. 15 olyan kategória van, amit úgy hívnak, hogy endokrin diszruptorok. Hmm. Azok a vegyületek, amik alapvetően endokrin zavarokat okoznak. És azért, akik endokrinológiával foglalkoznak, látják, hogy az elmúlt mondjuk évtizedben alapvetően megváltozott a lakosság inzulinérzékenysége, és alapvetően megjelentek olyan hormonális zavarok, amik azért ilyen életkorban, ilyen populáció nem voltak jellemző. Csak ami nekem feltűnik, statisztikai vizsgálatok nélkül, hogy milyen sok sportolók van policisztás ovárium szindrómája. Amikor én fiatal egyetemista srác voltam, akkor a PCO az alapvetően az elhízott mozgásszegény hölgyekre volt jellemző, ugye magas inzulinszint, és az ehhez társuló fokozott ciszta képződés. Szóval amikor elkezdtünk ilyen sportolókkal foglalkozni, tíz évvel ezelőtt, beesett egy-két vékony, nagyon komolyan edzett atléta kislány, akinek policisztája volt, és nem értettük, hogy az Isten, mert vékony, zsírmentes a teste, rengeteges sportot, pöpec az inzulinérzékenység, nem tudjuk, mi történt. Aztán az elmúlt években elkezdtek egyre gyakrabban beesni ilyen sportoló lányok, sőt, fiúknál, lányoknál is egyre többször látunk inzulin rezisztenciát olyan sportolóknál, akik nagy izomtömeggel rendelkeznek, napi 4-5 óra minőségi edzésmunkával, aránylag moderált szénhidrát bevitellel és nulla testzsírral. Tehát, hogy hol van a klasszikus mozgásszegény életmód, túlzott szénhidrát bevitel, stb. Tehát ez nem egy metabolikus szindróma. Ez nem egy metabolikus szindróma, ezek a sportolók mindent elkövettek, hogy ne legyen inzulin rezisztenciájuk, és van. Uh-huh. És több oka is lehet ennek, nyilván lehet a mellékvességnek is, tehát a nem megfelelő kortizol termelés is lehet ennek az oka, a kifáradás miatt, de egyébként ezt több helyen láttam leírva, hogy felteszik tehát feltételezik ezeknek az endokrin diszruptoroknak a jelenlétét, amit nagyon nehezen tudsz megszabadulni, mert beoldódnak az élelmiszerbe. Mm. Annak idején, amikor Sósérikával a wrestlingnek a dopinglabor vezetőjével beszélgettem, ő neki volt az a mondat, hogy minden oldódik mindenben. Olyan nincs, hogy valami nem oldódik valamiben, tehát hogy egy kockasajtot ráteszel egy márványlapra, akkor a márványlap be fog oldódni a kockasajtba, és fordítva a kockasajt a márványlapba, tehát meg fogjuk találni a nyomait. Mm. És ezt mondta, hogy amikor a benzinkúton kinyitod a szendvicset, tudod, a műanyag, azt a háromszög alakú szendvicset, akkor egy kicsi műanyagot megettél valójában. Akárhogy is úgy gondolod, hogy kidobtad. Uh-huh. És ez a minden mindenben oldódik elmélet,
Ez különösen akkor lesz izgalmas, amikor minden szart megeszünk. És hogyha jól értem, akkor az elmúlt mondjuk 20-30 évben azért az, hogy mi tartozik az endokrin rendszerhez, azért az átalakult egy picit, nem? Tehát, hogyha ha azt mondjuk, hogy az valamilyen jel molekulát termelő, mirigyes vagy nem mirigyes, teljesen mindegy, akkor gyakorlatilag ma már ott tartunk, hogy a zsír, rajtunk lévő zsír is gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az endokrin rendszerhez tartozik. Az izomzat biztosan, hiszen megint csak ugye hormon termel, de akkor az endokrin rendszerhez tartozik a csontozat is. Van. Sőt, akkor a gyomori is, szóval, hogy az végtelen. Hát igen, tehát ugye ez a, amikor én nagyjából, amikor végeztem az egyetemmel, és ez nem most volt már, akkor találkoztam azzal a fogalommal, hogy neuroimmunoendokrinológia. Ezzel a kérdéskörrel. Akkor már azért jól lehetett tudni azt, hogy mondjuk a mikrobiomnak mekkora szerepe van, az idegrendszer, és tehát a mikrobiomnak milyen erős kölcsönhatása van, meg azt is tudtuk, hogy a mikrobiom és az immunrendszer között mennyire erős a kölcsönhatás, tehát például azt, hogy a megfelelő bélflóra csökkenti a tüdődaganatoknak a kockázatát, már pedig azért a tüdőnk és a belünk között azért szemmel láthatóan van egy kis távolság, mert elválasztja néhány dolog, de mégis komoly összefüggés van, és hát igen, de azt gondolom, hogy az endokrin gondolkodás elkezdett átalakulni. Arról nem, igen, nagyon, ahogy mondtad, hogy egyrészt a zsír, tehát a testzsírunk az egy endokrin szervé vált. Uh-huh. Mert hogy most már tudjuk, hogy milyen hormonokat. Igen, hát mindig is az volt, csak mostantól oda soroljuk. Hát vagy elég csak arra gondolni, hogy koronavírus alatt ugye a leptin rezisztencia jelensége megint mennyire felértékelődött. Ugye a leptin az egy zsírmetabolizmus szabályozó hormon, és normál homeosztázis mellett, hogyha megnő a zsírszövetnek a mennyisége, akkor ez hatása van a leptin termelésre, ez csökkenti az étvágyadat, és kevesebbet fogsz enni, és kevesebb depozitot képzel. Tehát egészséges homeosztázis mellett ez tartja stabilan a testsúlyadat, de ahogyan van inzulin rezisztencia, úgy van leptin rezisztencia, és van emelkedett leptin szint. Itt például ugye beszéltél te is az előbb arról, hogy mondjuk javultak a gyulladásos értékek. Én láttam olyan kutatást, ami ugye arról szól, hogy és javíts ki, hogyha butaságot mondok, hogy ezt a leptin mennyiséget, amit, mert nyilvánvaló, hogy egy, nevezzük, hogy egy kövérebb emberen ugye több testzsír van, ergo több leptin termel. Hát ez világos. Valószínűleg azért nem fogjuk az adást, mert leptin rezisztensek lettünk, tehát ez már nem jut el oda. És erre látom egy kutatást, hogy talán a hipotalamuszban találtak olyan gyulladásokat, ami úgy néz ki, hogy alkalmatlaná teszi arra a hipotalamuszt, hogy ezt a jelet vegye. Ez lehetséges? Igen. Pont ugye ezt kezdtem el mondani, hogy a COVID kapcsán derült ki, hogy a önmagában a leptin szint, az milyen, tehát komoly összefüggést mutat a COVID fertőzés, tehát a koronavírus fertőzés által kiváltott betegség súlyosságával és a halálozási kockázattal. Tehát mi például elkezdtük vizsgálni a leptin szintet, mint egy gyakorlatilag egy rizikó tényező súlyosabb kimenetel irányába. Ami azért nagyon meglepő, tehát azért ez egy közvetlen összefüggés az endokrin funkciók, az immunfunkciók és a táplálkozás és a testösszetétel között. Uh-huh. Azért azt gondolom, hogy ez egy elég erős összefüggés. Még ugye az a nagyon jó kérdés, hogy a leptin rezisztencia miért alakult így ki. Hiszen elvileg ugye normál esetben ez csak egy szimpla homeosztatikus rendszer, tehát nem egy különleges hormon, tehát kellene működnie, de a zsírszövet elkezdi termelni, dozimetriásan termel, tehát minél több a testzsír, annál többet fog termelni, és annak elvileg el kéne, tehát annak ingerelnie kéne az agyban az anorexigén központot, és csökkentenie kéne a táplálék felvételt. Tehát elvileg neked nem kéne, hogy éhes legyél ilyenkor. Uh-huh. Valószínűleg egyébként az lett az oka, hogy én ezt gondolom, hogy a civilizált ember nem azért teszik, mert éhes. Tehát hogy a civilizált ember nem ritkán tapasztalja meg az éhségérzetet, Isten igazából. Én voltam már éhes, tehát jó néhány szó volt, hogy 12-14 napig nem ettem. Tehát az éhségről van elképzelésem, de valószínűleg a legtöbb nyugati lakos a klasszikus éhséget talán sosem érezte. Na akkor viszont itt be kell dobnom egy témát, amit mutatok egy picit érintettünk, és akkor ez legyen most a fehérje küszöb hipotézis. Ami ugye egy 10 éves, körülbelül 10 éves hipotézis, tehát nagyon sokan még nem is hallottak róla, nem is ismerik, még szakmai körökben sem.
egyre több fajnál kiderül, hogy, hogy ez, tehát hogy most már a gerinceseken már jóval túl vagyunk, tehát már nem csak a bogaraknál vagyunk ott, hanem ízeltlábúaknál, hanem most már a gerinceseknél is ez kiderült. Szóval, hogy az lehetséges-e, hogy mondjuk az, amit te mondasz, hogy ez az éhség nevű megfoghatatlan fogalom, az nagyon sok embert azért ér el napközben sokszor, akkor is, amikor ha mérnénk egy vércukrot, akkor látjuk, hogy van energia bőven. Igen. Tehát, hogy, hogy itt valószínűleg nem energiát kér a test, hanem tápanyagot, és a tápanyagból úgy néz ki, hogy az összes makro tápanyag közül a fehérje az, ami a legjobban felhigult az elmúlt 20-30 évben. Igen. És azt látjuk, hogy, és ez van minden célkeresztben is, hogy ne egyél annyit belőle, mert olyan rákos leszel, hogy őrület. És ehhez képest azt látjuk, hogy az átlagos amerikai étrend az most már olyan 10-12% körül van csak, tartalmaz fehérjét, és ha jól emlékszem, akkor a fehérje küszöb hipotézis 15%-ban húzza meg az alsó határt. Szóval, hogy lehetséges, hogy emiatt is van ez a fajta éhség, amit nem tudunk hová tenni, és mégis van. Ez több dolog is alátámasztaná. Először is valószínűleg ez nem csak, tehát az én felfogásom szerint ez nem csak a fehérjére érvényes, és engedd meg, hogy behívjak egy kb. 20 évvel ezelőtti emléket. Fiatal srác voltam, tápkiek boltban dolgoztam az egyetem mellett, és akkoriban az volt a mondás, hogy a diétával nem szabad vitamint szedni, mert a vitamintól éhes leszel. Tudod, a B-vitamintól éhes leszel. És én meg pont az ellenkezőjét tapasztaltam, sőt, én diétával minél ezt a dózisú vitaminokat használtam, mert az volt a koncepcióm, hogy a vitamin az egy nem kalorigén tápanyag, tehát diétában én éhes vagyok, amiatt gyenge leszek, és nem fog tudni úgy edzeni. De ha tudok bevinni olyan tápanyagokat, amiből nem lesz kalória, de mégis tápanyag és javítja az anyagcserémet, akkor lehet, hogy erősebb leszek tőle, meg éberebb leszek, és nem leszek a pocsékul. És ezt elkezdtem alkalmazni, és engem meglepett, hogy egyébként egyáltalán nem vagyok éhesebb a vitaminoktól. Aztán később arra is születtek részleges evidenciák, hogy, hogy hát igen, tehát hogyha ha valakinek valamilyen vitamin hiánya van, akkor a szervezet ezt próbálja pótolni, és mit tud tenni, hát kiadja a táplálkozási parancsot, hiszen úgy viszed be a vitaminokat. Nekem ma például a kutyám beosont a konyhába, fölmászott az asztal, és megevett 30 palacsintát. Úgyhogy lehet, hogy adok neki egy kis vitamintabletet szegénynek, hogy legközelebb ezt ne kövesse. Szóval, azóta is használják az élsportban, hogy, hogy intenzíven alkalmaznak non-kalorigén tápanyagokat komoly diétában, és jó eredménye, mert azt látjuk, hogy kevésbé szenved a sportoló, kevésbé lesz éhes, és jobb lesz a teljesítménye. Egynek. Kettő. A konkrétan a fehérjével kapcsolatban, annak idén a Stuart Phillips professzornak, aki egy nagyon komoly kanadai táplálkozástudományi szakember, nagyon sok rossz megállapítása van, de nagyon sok jó megállapítása is. Ő tartott egy előadást a zsírégetőkről, és tudott, hogy szakmai körökben a zsírégetőkről nem így beszélni, tehát hogy az van ez. És ő azt mondta, hogy a legjobb zsírégető a fehérje. És hivatkozott jó néhány tudományos kutatásra, többeket ő maga csinált, ahol azt vizsgálták, hogy magas, mi a hatása a magas fehérjetartalmú étrendnek a testösszetétele, illetve a tápanyagbevitele. Két fő megállapításra jutottak. Az egyik, az, kezdem a nyilvánvalóval, a magasabb fehérjebevitel csökkenti a szénhidrátbevitelt és csökkenti a totál kalóriabevitelt. Egy. És az ad libitum táplálkozás esetén, tehát magyarul, ha az önkéntesek szabadon ehetnek, akkor ha magasabb a fehérje bevitelük, alacsonyabb lesz a totál kalória bevitelük, később fognak megéhezni. De ha jól emlékszem, akkor itt ilyen komoly 300-400 kilokalória per napról volt szó, ha jól emlékszem. Így van, 300-400 kilokalória per napokról volt szó, ami egyébként kumulatíva azért az a nagyon komoly, tehát hogy ha ezt életvitelszerűen csinálom, annak nagyon jelentősége van. Ugye azt is tudjuk, hogy ráadásul ugye a fehérjének az effektív kalóriatartalma alacsonyabb, hiszen a metabolikus költsége magasabb, tehát azért a fehérje az egy 25%-kal kevesebb energiát fog jutatni, mint a szénhidrátok, zárójel bezárva. De volt egy másik baromi érdekes vizsgálat, ahol azt csinálták, hogy két csoport kapott ugyanolyan mennyiségű kalóriát, tehát ugyanazt az étkezést kapta, tehát totál makroazonos táplálkozást, de az egyik csoport még kapott plusz fehérjét. Tehát magasabb volt a totál kalóriabevitel, és magasabb volt a totál tápanyagbevitel, és magasabb volt a fehérjebevitel,
Guess what? A fehérjés csoportban magasabb volt a zsírvesztés, és magasabb volt a szárazon tömeg, ami megmaradt a végül. Tehát, hogy ez érdekes, és ez gyakorlatilag ez volt az... Mi már régóta látjuk az élsportban, hogy a sportot nem úgy kell lefogyasztani, hogy megvonod a kalóriát. Néha többet kell neki adni. Az nagyon érdekes volt, hogy ez Kristály tisztán bebizonyosodott, hogy nem igaz az, hogy a csökkent kalóriabevitel a fogyás titka. Nem. A makrók megváltoztatása sokszor hatékonyabb. Az igaz, hogy lehet fogyni csökkent kalóriabevitellel is. De olykor hatékonyabb megváltoztatni a makrókat. És az, hogyha adsz pluszba a fehérjét, az akkor is fogyáshoz tud vezetni, ha egyébként ezáltal megemelted. És ilyenkor, amikor valaki azt mondja majd neked, hogy igen, de a termodinamika 1-2-es főtétel alapján, igen. De hát ez lehetetlen, hogy ez... Tehát csak akkor lehet fogyni, igen. Hogyha csökkentjük a kalóriabevitelt, akkor lehet, hogy vissza kell lépnünk az előző mezőre, ahol az endokrin rendszerről beszéltünk, és feltenni azt a kérdést, vagy kijelenteni azt esetleg, hogy nem csak az a fontos, hogy mennyi kalóriát eszünk, hanem az hogyan érinti az endokrin rendszert, és az mit csinál vele. Ez lehetséges egy... Igen, ugye arról van szó, hogy a maximálisan egyetértek vele, és rengetegszer látok a mai napig olyan tudományos állásfoglalásokat, hogy teljesen mindegy, hogy milyen diétát folytatsz, end of the day az a lényeg, hogy mennyi kalóriát vittél be. És én ezt annyira tudom, hogy nem így van. Én ezt azért tudom, hogy nem így van, és mindjárt visszatérnek az endokrin rendszerre, okay. Mert én pont most dobtam le 2,5 kilót, egy friss ketóban vagyok éppen benne, egy pár napja még csak, és már sikerült ledobni. De van egy barátom, egy orvos barátom, aki nagyon nagy testsúlyú, és egy olyan 5-6 lét leforgását ledobott 30 kilót egy olyan ketó diétával, ahol egy hétig volt ketóban, egy hétig szabadon, egy hétig ketó, tehát egy váltott... Hát igen, neveljük, vagy ne, ciklikus, ha ezt nevezhetjük ciklikus ketogénnek, egy atípusos ciklikus ketogén diéta, de elképesztő hatékony volt nálam ez a fogyás, úgyhogy egyébként a ketogén diétában nagyon sokszor a kalóriabevitel magasabb, mint a nem ketogén diétában. Ugye én ezt nagyon élvezem, amikor szakemberek arról írnak, hogy hát persze, hogy működik a ketogén diéta, mert alacsonyabb a kalóriabevitele, de nem. Pont pár hete jelent meg a ketózissal kapcsolatban egy kutatás, ahol ad libitum tápanyag bevitel mellett azt tapasztalták, hogy bő 400-500 kalóriával több energiát visznek be a ketózisban az emberek, hiszen a zsírnak jóval magasabb a kalóriatartalma, és mégis tudnak fogyni. Uh-huh. Ennek kapcsán én előadásokon nagyon régóta hangoztatom, hogy a szervezet nem lineárisan működik. Uh-huh. Nekem van egy előadásom arról, hogy a szervezet és a sport miért nem lineáris. Tehát a non-lineáris jelenségek a sportban. Tehát nem igaz az, hogyha kevesebbet eszek, akkor fogyok, és ha többet eszek, akkor hízok. De ha többet eszek és hízok, akkor se lineárisan hízok. Tehát ha többet eszem 400 kalóriával, vagy 800 kalóriával, nem fogok kétszer többet hízni, sőt, ha én többet eszem 3000 kalóriával, sem fogok többet hízni, mintha 1000-re lettem volna többet. Tehát non-lineáris... De lesz olyan, aki viszont papíron kevesebbet eszik, mint amennyi a normál alapanyag cseréhez és egyébekhez szükséges energia, és mégis hízik. Sőt, ez a kedvencem, mi ezt ugye élsportban nagyon gyakran, és akkor visszatérünk, itt ugrálózunk mindig, egyik körül a másikra, tehát, hogy visszatérünk egy kicsit a hormonrendszer, ugye, hogy az élsportban a tipikus paradox jelenség az, hogy bejön a sportoló, brutál kemény edzésmunkát végez, szenior sportoló, tiszta izom, de masszív zsírtömeg van rajta, és amikor mondjuk megnézel egy polarogramot, tehát egy polár rekordot, akkor azt látod, hogy elégetett a 2600 kalóriát aznap csak edzésen, meg még a BMR-je, a totál kalóriabevitele 2200 volt. Tehát, hogy durván, tehát hogy brutálisan mínuszban van, de nem, tehát nem, ugye elvileg pluszban kéne legyen, tehát elvileg az energy availability-nek abszolút plusznak kéne lennie, de hogy ez nagyon durván mínuszban van a sportoló, és zsíros. Uh-huh. És akkor elgondolkozom, hogy az Istenben lehet, tehát, hogy tudod, ilyenkor egy akárki, aki logikusan gondolkozik, és azt, hogy le kéne fogyasztani a sportot, lecsavarná még egy kicsit. Bocsánat, ilyenkor általában ugye az okos edző azt mondja, hogy biztos, hogy este nyitogatja a hűtőt. Bányfogatnál.
Igen, de lehet, hogy erre lesz jó válasz, vagy az egyik jó válasz az, amit mondjuk az Ansel Keys kutatott a Minnesota Starvation Study-ban, ugye, amikor levitték az embereknek, tehát kimérték ugye több héten keresztül, hogy körülbelül mennyi a napi igénye, vagy levitték pont a felére, és kiderült a végén, hogy pont a felénél a fele volt egyébként a kalória szükségletük is, tehát gyakorlatilag 50%-ot csökkent a nyugalmi alapanyag cseréjük. Semmi nem történt a testösszetételük, de maradtak ugyanolyanok, tehát hogy nem fogytak. És ezt megismételték ezt a vizsgálatot, vagy úszókkal, vagy vízilabdásokkal, már nem emlékszem, és ott nagyon precízen csinálták, mert CO-kamrában mérték az energia felhasználást, tehát hogy tényleg minden egyes széndioxid molekulával elszámoltak, tehát egészen pontosan látták, hogy egyénileg mennyi az energia igényük, levitték 5500-ről ilyen 3000-en a tápanyagbevitelőket, és nem fogytak a sportolók. Mi történt? Egész egyszerűen a szervezet az ugyanazt csinál, mint bármelyik háziasszony. Hogyha megcsapan a bevétel, akkor befizeti a legszükségesebb számlákat, de nem allokál nélkülözhető forrás, nem forrás a kiadásokra. Tehát akkor nem megyünk nyaralni, nem veszünk új ruhát, új telefon, de a számlákat befizetjük. És ugyanezt csinál a szervezetünk, az élethez nélkülözhetetlen folyamatokat, azokat támogatja, a regenerációs folyamatokat, meg a szuperkompenzációt lekapcsolja, és pánikszerűen elkezd raktár. Tehát ugyanazt csinál, mint egy háziasszony. Ha apuka elveszi az állását, akkor anyuka elkezd félrerakni mindent a spájzba, nem vesz drága homikat, nem költ semmire, és ha valamiből felesleg van, egyből félrerak. Tök logikus reakció az életnek. És ezt mi ugye szoktuk is mérni. Ugye a reverse T3 szint az egy csodálatos jelenség, ugye azok számára, akik nem tudják, ugye a pajzsmirigyünk T4 nevű hormon tiroxin termel. De ez nem az aktív hormon. A pajzsmirigyünkből ez bekerül a keringésünkbe, és ez a hormon a perifériákot, tehát ahol szükség van rá az izomban, csontozatban, stb. Átalakul egy T3 nevű hormonnál, triotironinnál, ami az aktív hormon, ha szerencsénk van. Ha valami metabolikus gubanc van, akkor ez nem T3-má alakul át, hanem ellen T3 hormonnál. Ez a reverse T3, ami pont, hogy gátolja a T3-nak a munkáját. Hogyha ennek a reverse T3-nak a szintje megemelkedik, ezt hívja az angol zsargon hibernációs szindrómának, amúgy hivatalosan ez az eutiroid szik szindróma, akkor úgy lehet hipotireoid a sportoló, hogy látszólag jó a pajzsmirigy funkciója, mert a T4-e jó, meg a TSH-ja jó. És hát mi például nem vezetünk be low carb diet-be elit sportolót akkor, hogyha anélkül, hogy nem tudnánk, hogy hogy néz ki a reverse T3 és a T3 aránya, és ezt mi követjük. Ez nagyon fontos, mert hogyha leviszed az energia bevitelét, akkor ez elrontod. Van olyan elit sportok, crossfitter, nem akarok neveket mondani, ismerjük olyan elit crossfitter sportolók, akinek brutális izomtömege van, brutál kemény izommunkát végez, 1800 kalórián zsíros, 1500-on elpusztul, 2000-nél hízik. Csiki-csuki, hova mész? Tehát, hogy mi az ötlet? És ilyenkor nagyon jól látható, hogy a pajzsmirigy hormon, de a pajzsmirigyünk bedurcázik, elkezd reverse T3-at termelni. Miért? Mert nem jó neki ez az állapot. Mert túl van hajtva a szervezet, és ez neki nem jó. És gyakorlatilag minden szinten túl van hajtva, mert nyilvánvalóan az edzés munka az ugye folyamatosan úgynevezett distress fázisban történik. A regenerációja az már égkuka, valószínűleg. És akkor ehhez képest még éhezteti is magát, mert azt mondja, hogy ez hallatlan, hát azért zsírosan mégsem mehetek ki a versenyre, plusz nem tudok húzódni, stb. Erre én amerikai edzőktől hallottam azt a kifejezést, tehát ezek ugye konditermi edzők, tehát fitness edzők, hogy hülyére vett rabszolga szindróma. Ők anélkül, hogy túl sok endokrinológiával töltötték volna az idejüket, rájöttek arra, hogy ha túlhajtod a sportolót, tehát éhezteted és túledzed, akkor olyan lesz, mint a hülyére vett rabszolga, minden meccs, amit mondasz neki, de semmivel se többet. És ennek ez a definíciója, tehát hogy ezek azok a sportolók, akik összeszorítják a fogokat, elvégzik a napi edzésmunkát, de nem tud szuperkompenzálni. Nem lesz jobb holnap, meg holnap után sem, épp hogy ki tudja hozni a kötelező edzésmunkát, és nem fejlődik. És ezek azok az emberek, akik lejárnak évekig edzeni úgy, hogy egy tárcsával nem tudnak többet rátenni a rúdra, egy ismétlésen nem tudnak többet, mert csak egy picit nem lesz jobb a testösszetételük, lejárnak, hogy meglegyen az edzésmunka. És ráadásul ezek azok, akik heti 6-ot edzenek. Igen, mert ők megvannak, hát igen. Jó,
nekem is kellett hozzá árva az adó, hogy rájöjjek, meg a te könyved ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy a kevesebb az olykor több. És én tipikusan a volumenedzésnek voltam a híve, tehát én mondjuk egy fekvenyomásnál 60-ba 2x25, 80-ba 2x20, 100-ba 2x14-15, és akkor így mentem föl, és akkor egészen 140-be 2x8, és akkor fú, agyon. És amikor Zolival elkezdtem edzeni, akkor volt 3x10. Nem tudtam értékelni a fogalmat, tehát mi az, hogy 3x10? Hát még el sem kezdtem edzeni, még bemelegítés se. Világos. Elkezdtem fejlődni. És elkezdtem fejlődni. Tehát, hogy ez egy számomra ez egy nagyon nagy megdöbbenő, tehát voltam ehhez 40 éves, és azt hittem, hogy tudom, hogy mit csinálok. Ez megint azért van valószínűleg, mert egyszerűen az a hormetikus stressz, amit addig adtál magadnak, ugye az folyamatosan ezt a distress modellt tolta, és ez az a pont, ahol nincsen szuperkompenzáció, tehát valós fejlődés nincsen, túlélés van, és ehhez képest minden túlélési mechanizmus kapcsol be, így van. Általában, és ebből hosszú távon nagyon komoly túlédzési szindrómák alakulnak ki. Én van ráadásul, hát igen, és ugye ráadásul, hát még annak idején a Kai Greennek volt az a mondat, ami kicsit marketing szavú, hogy ő nem súlyt emel, hanem ő ellenállást ad a megdolgozott izomnak. Tehát ő így fogalmazott. És hogy ő azért használja csak a súlyt, hogy az izom munkánál legyen egy kis ellenállás. Tehát ő ezt mondta, hogy szabályos izommunka, nem kell túlterhelni, ez egy szignál az izomzatnak. Tehát ő nem akarja széttépni az izomzat, ez egy szignál. És én ezzel egészen meg, én nekem, tehát például a squat padon végzett egykezes bicep volt a kedvencem, tehát én tudtam egy komplet edzést lenyomtam squat padon egykézzel, tehát hogy olyan súlyokat mozgattam meg, hogy mert élveztem a hatást. Világos. Hogy hú, de tök jó. Most egy héten egy bicepszem van, húzóckodás, úgy hívjuk, és ugyanakkor a karom. Tök ugyanakkor a karom. Nem változott semmi. Elég volt neki ez a szignál. Hát sokat, azt gondolom, hogy ebből sokat tanultunk azért az elmúlt években, de a hormonrendszerünknek ebben óriási hatása van. Valóban. És akkor egyrészt ugye itt van a pajzs, itt van a mellékvese, a kortizol, amik ugye nagyon erősen összefüggenek, és itt vannak a szexuálsztaloidok. Ugye azt se felejtsük el, hogy a túledzettség a szexuálsztaloidok szintjét is nagyon leviszi férfiakban és nőkben is. Tehát hogy azt látjuk, hogy egy stressz és egy túlterheltség 2-3 óra alatt felezi tudja a testosteron szintjét egy férfi, és gyakorlatilag csúnya fogalom az, hogy kasztrálni tud egy férfi, de szinte. Tehát, hogy mi foglalkoztunk sokat elit, nagyon elit sportolókkal, és amikor látsz egy rohadt jól kinéző kajakos srácot, vagy látsz egy fantasztikus, nagy darab vízilabdás fiút, akkor mindenkinek, de főleg a lányoknak bizony azt veszi, hogy ezek a testosteron bombák. És ha megnézel, olykor meglepődsz, hogy milyen testosteron szintjei vannak. És hát látunk olyanokat, mint egy 70 éves bácsikának, és ők is meglepődnek rajta, és hát néha be is vallják, hogy hát igaz, ami igaz, érzik is. Tehát otthon is érzik, hogy azért ők nem annyira vademberek otthon, mint ahogy más így kinézetre gondolná. De ez összefügg azzal, és bocsánat, közbevágok, csak annyira jó az, amit mondasz, hogy összefügg azzal, hogy alapvetően a legtöbb ilyen helyen, nem bántva ezeket a sportolókat és sportokat és edzőket, de hát nyilván mindenki ugyanazt az edzésterhelést kapja. És az az edzésterhelés, ami az egyiket elviszi a világ hírnévig, az a másikat adott esetben összetöri teljes mértékben, és nincsen egyfajta különbségtétel az edzésben, mert hát ez a fűnyérújjel, ugye ezt így hívták a judóban nagyon sokáig, tehát megszoksz, vagy megszoksz. Vagy darwini tréning, tudod? Tehát, igen. Hogy hát a kiszelektálod, tehát hogy mondjam, tehát hogy én emlékszem arra, amikor a Rio után a kínai asztaliteniszt válogatottat meginterjúvolták, hogy mennyire volt nehéz az olimpia, és akkor mondták a srácok, hogy hát a nemzeti válogatottba bekerülni rohadt nehéz volt, tehát onnantól kezdve nem voltak nehézségeink, tehát hogy ott nagyon durva szelekció folyik. A maximálisan abszolút egyetértek, és ugye akkor itt ez egy újabb téma, hogy miért van ez. Ugye ez azért van, mert az edző nem tudja mérni a tréning adaptációt. Tehát ugye miért edzünk az adaptáció miatt. Tehát hogy azért terheljük a szervezetet, mert akarunk neki egy olyan ingert adni, amivel annyira kibillentjük az egyensúlyi állapotból, hogy ő adaptációval reagálja. És nyilvánvaló, hogy megbillentem a szervezetet, adok neki egy terhelést, az egy bizonyos szintig optimális,
egy bizonyos szinten maximális, és utána valószínűleg nagyon hirtelen lecsapó jelleggel már negatív lesz. Én azt feltételezem, hogy ez egy ilyen fordított Nike-jel alakú görbe lehet, tehát hogy az ingem nagyságával szépen lassan emelkedik az adaptáció folyamata, és valahol egy ponton túl hirtelen viszont romlik. Én ezt feltételezem, legalább ez az én tapasztalatom. A probléma, hogy ezt nem tudjuk mérni, illetve tudjuk, mert mondjuk a FSR mérésekkel, a Fraction Synthetic Rate mérésekkel, aminosabb inkorporációval pillanatról pillanatra mérhető a regeneráció, az izomépülés, az edzés adaptáció. Mitokondriumoknak a biogenezés, stb. Hát ehhez biopszia kell, tehát ezt nem csinálod meg a vízparton, igen, ezt senki nem szereti. Ugye az a probléma, hogy az edző nem tudja, hogy mi az a pont, amikor abba kéne hagyni az edzést. Igazából mit csinál az edző? Mintázat felismerést végez. Tehát, hogy van egy szeme, van egy agya, ami egy számítógép, nézi a sportolót, azonosítja a jeleket, és hogyha jó a szoftvere, akkor az agya felismeri a mintázatot, hogy most elég, vagy nem elég. De ez nem biztos, hogy minden sportoló rá, mert mindenki máshogy reagál. Tehát vagy egyszerre 20 embernél is tudja ezt követni. Tehát ugye nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy jött hozzám élsportoló kliens, és már megtanultuk a kettlebell swinget, ami ugye minden hírrel ellentétben ez nem egy zsírégető gyakorlat, hanem ez egy robbanékonysági gyakorlat. Olvastam a Nők lapjában, hogy ez a legjobb zsírégető gyakorlat. Igen, a legjobb nyilvánvalóan, és akkor azt mondtam a sportolónak, hogy most beállsz szépen ebbe a pozícióba, ott van az a megfelelő súly már odakészítve, és azt kérem tőled, hogy valahol 5 és 10 ismétlés közötti számot mutass meg nekem a maximális robbanékonysággal, majd valamikor szólok, és akkor át is nézett rám azt, hogy de most melyiket? Kezdem. 5 és 10 között, és majd lehet, hogy 7-nél szólok, azt mondja, ezt nem érti. Mondom, csak csináld, és amikor azt mondom, most, akkor lerakod, ennyi az összes dolgod, és azt mondta, hogy nem, ő a fix számokat érti. Tehát neki azt mondták, hogy 8 ismétlés. Mondom, olyan nincs. Hát ez így van, abszolút értem, és való igaz, tehát, hogy ez egyenenként változó. Én ugye dolgoztam egészen durván nagy teljesítményű sportolóval, és az egyik legnagyobb teljesítmény úszónkkal sikerült együtt dolgozom aránylag hosszan, és láttam azt az edzésmunkát, amit elvégező, ugye híres volt arról, hogy napi 6, de inkább 8 órát volt, hogy kicsit annál is többet edzett. Tehát volt úgy, hogy volt 8 óra kemény edzésmunká, és akkor, hogy ne érjen hirtelen véget a nap, levezett egy 45 perces futással. Uh-huh. Mondom. Ugyanakkor beszéltem másik sokszoros olimpikon úszóval, aki elmondta azt, hogy az a sportoló, annak tényleg nagyon jó ez az edzésmunka, de mondta magára, de engem kinyírna. Tehát ő mondta, hogy ő nem azért nem edz ennyit, mert nem mer, vagy nem elég bolzit, érted? Tehát nem, nincs elég acélból az idegei, meg a mirigyei, hanem azért, mert mondta, hogy őt kinyírná az edzésmunka, és annak a sportnak nagyon jó volt az edzésmunka, de egy másik sportnak rossz. És ez a legtöbb sportában egy óriási nagy különbség, ugye, hogy például az úszásban a Széchi módszer, ugye a hosszú aerob extenzív, órákig tartó, évekig tartó, órákig tartó úszások, hogy ez most tulajdonképpen kell, vagy nem kell, jó, vagy nem kell. Vannak olyan országok, ahol ezt egyáltalán nem csinálják. Ez a például az úszás szakmában egy mai napig egy komoly kérdés, hogy van-e értelme elképesztő tréninglódokat alkalmazni, hosszú-hosszú 1000 kilométereket úszatni közepes tempóval sportolókat. Én beszéltem edzővel, aki azt mondta, hogy ha a végtelenségig tartó közepes tempói úszástól jól lehetne gyorsan úszni, akkor én lennék a legjobb sprinter a világon, mert nagyon sokat sétálok. Mm. És hogy, tehát nyilván nem. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy van, akinek meg az alapállóképessége nagykorát növel, hogy később erőfejlesztésre meg nagyon nagy hasznát veszi. Erre mondja tudod a Mike Boyle, igen? Ha meg akarod tudni a receptjét annak, hogy hogyan lehet egy sportolót gyorsból lassúvá tenni, akkor a nyári alapozásban csak hosszú távon futtasd őket. Igen, igen. Így van, pontosan. Tehát hogy ezt nem tudhatjuk, hogy melyik sportoló hogyan fog erre reagálni. Jó lenne, ha azt lehetne egyénenként mérni. Ez egy óriási fejlesztene, óriási lehetőség lenne a sporttudománynak, hiszen több mint valószínűleg különböző típusokra találnánk rá. Tehát lesznek olyan emberek, akik nagyon-nagyon jól viselik a túlterhelés, és progresszíve tudnak rá fejlődni, és vannak, akiknek a rengeteg pihenés és a rövid impulzus jellegű edzések fognak használni. Ez jelenleg nincs meg. Ugye az aminosav inkorporációt azt lehet mérni biopsziában.
nem az legideálisabb megoldás. Jó lenne, hogyha lenne rá valami olyan molekuláris diagnosztikai eszköz, amivel enélkül is. Hát ebben a pillanatban talán még az omega wave az, ami egy kicsit ebben tud segíteni. Az én tapasztalatom legalábbis az, meg az amerikai több válogatott használja, tehát a hokisok használják Kanadában, Amerikában, az NFL-ben, ugye akkor az NBA-ben használják, tehát ott azt látjuk, hogy azért UFC Performance Center ugye használja most már, hát azt látjuk, hogy azt talán ad valami fajta fogódzót abba, hogy ezt az úgynevezett regenerációs mintázatot fel tudjuk tárni. Dolgoztam világsústartó úszóval, sprinterrel, 50 méteren volt világsústartó srác, és az edzője egy brazil edző volt, egy fantasztikus csapat volt, Dél-Amerikából, Csehországból, Londonból, különböző helyre jöttek össze szakemberek, mi vittük a sporttáplálkozási részt, és ott napi szinten használtak az omega wave-et, és jó volt látni azt, hogy az edző abszolút plasztikusan tehát adaptálja az edzést az omega wave eredményhez. Tehát nincsen fix edzésterv, hanem vannak különböző opciók, és akkor megnézik a reggeli omega wave-et, hogy milyen állapotban van a sportoló, és annak megfelelően választják ki a menüből, hogy ma mit edzünk. És ott is mondta az edző, hogy van olyan, hogy menet közben azt mondja, hogy stopp, akkor most mennyi moziba jó, vagy mennyi focizni egyet, véget ért az edzés. Az én edzőm ugyanilyen. Tehát én emlékszem, amikor a Árvajzolban elkezdtem edzeni, és én még nyomtam volna bőven, és mondta, hogy stopp, most nem menjünk tovább. Még olyanokat is mondott, hogy most is például húzózkodni tanulunk, 44 évesen húzózkodni tanulok, zárójel bezárva, és én már húznék többet is, és mondta, hogy nem, stopp, egyre még ennyi, mert nem lesz jó a tartásod. Tehát, hogy ehhez türelem kell. Na, hát csináljuk azt szerintem, mert most már ismerjük magunkat annyira, hogy ezt órákig tudjuk csinálni, felvétel nélkül is egyébként, hogy innen mennénk majd tovább a következő alkalommal, mert nekem még itt azért rám voltak mindenféle felírva kérdéseim, de ezt majd én elrakom a következő alkalommal. Jó, de előre a kérdéseket, mert az ember rákészül. Nem, az nem jó, mert gyakorlatilag 10 kérdésből a végén csak 2 tudtam megkérdezni, hogy nem kell készülni, tök jó megyünk, és ennek így van szerintem jó hangulata, amikor van benne valami fajta rugalmasság is, ugye, mint a periodizációban, ugye, hogy fluid, vagyis folyékony periodizáció, tehát ez is egyfajta fluid tervezés volt. Most volt egy órás tudjuk beszélgetésem Gunnar Takács Gáborra, és szakmai kérdésekről, és hát én érdeklődtem a stúdióban a felvétel előtt, hogy mik lesznek a kérdések, és mondta, hogy ezt nem mondja el, mert akkor nem fogok tudni spontán választ adni, hanem betanulom a választ, és nem lesz jó a beszélgetés. Ez így van. Mondta nekünk, Gábor, te milyen profi vagy is, rám nézett, azt mondja, figyelj, mi kurva keményen dolgozunk, azon spontának tudjuk lenni. Igen. Nagyon tetszett ez a mondat, hogy rengeteg melónk van abban, hogy spontának tudjunk lenni. Na hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, még ne lépjél ki, de én most elbúcsúzom tőled, és aztán innen folytatjuk. Köszönöm. Köszi, szia!